Az ujjakat nem kíméljük, mondhatnánk viccesen akár arra is, amikor cicázáskor egy bizonyos számú pontos passz után még Dzsudzsák Balázsnak is nyomni kellett a fekvő támaszokat. A Dinamo Moszkva légiósa pár napot töltött Győrben, és miután menedzsere, Vörösbaranyi József jó kapcsolatot ápol az Etóval, a válogatott labdarúgó pedig a szabadság alatt is mozgásra vágyott, Balázs a zöldférek első csapatával edzhetett együtt. Pintér Attila vezetőedző még az egymás elleni játékban is helyet adott a kitűnő játékosnak, aki az első pillanattól érezte a társak mozgását, így alakította ki a megkülönböztető mezesek több szép akciót is. Hogy az egyik legelismertebb magyar labdarúgó jó formában van, azt ez a remek indítás is jelzi. Remélhetőleg sok hasonlót látunk majd tőle a válogatott következő mérkőzésein is. Dzsudzsák Balázs egyébként mielőtt elindult volna vissza Moszkvába, a győri labdarúgóknak annyit ígért, hogy figyelni fogja a csapat tavaszi szereplését, és sok sikert kívánt az Etónak.